te félsz a magasságtól, kisfiam? Csak azért, mert a következő 24 órát itt fogjuk eltölteni egy hegy szélén, 1125 méteren ennél a kis magányos háznál egy óriási szúrdog felé. Fogadjunk, hogy ez egy Airbnb. Ez tudja, hogy nem az Alex Csigér építette. Alex Csigér átveri a nézőit? Ez mehet címnek. Átlagos román albérlet! Még hogy nem léteznek gnómok amúgy. Srácok, menjetek gnómokra vadászni. Lezuhanunk, megfagyunk, vagy tán megesz a maci? A tantje ursi. Románul annyira nem ijesztő ez a tábla. Nincs se víz, se áram, se fűtés benne. Átlag román albérlet. Itthon is van ilyen hely, ahol nincs áram, meg víz, meg fűtés. Nem kell messze mennem szerintem, amúgy itt konkrétan az utcában is találnék ilyet. Itt vagyunk, megérkeztünk. Azt a rohadt. Hova építettek házat, te jó ég? Nem is fürdenek. Romániában abból sem szoktak fürdeni az emberek, szóval nem amúgy viccelek, biztos szoktak. Csak ők nem. 24 órát itt fogunk tölteni a szikla szélén. Ezt mi nem hallottuk ezt a mondatot amúgy. Szerintem hányszor mondta egy 24 óra? Amúgy eddig. Egy ötször? Egyik hajával csak kihúzom 24 órát. Nem hoztam evőeszközt, most jövök rá. Szopás. Mit csinálok, mert a kutyák úgy kell legyen. Megettétek-e a szaros pohajt? Nem ettem meg, még kell legyen! Még kell legyen, ember! Menjünk felfedezni itt a telepet! Büdös vagy, ember! Megizzadtál! Leesünk! Ez a videó még lehet, hogy jó is lehetne. Ha nem lenne ennyire... goofy á. Olyannyira biztonságos, hogy életem első önálló drónozása is egész simán ment. Wow. Ennyi volt! Hogy érzed magad? Láttam. Szerintem lehet, hogy drónozás alatt megtanultam volna a videó hangereit kezelni. Nagyon durva kilátásokat, de így ilyen perspektívával nagyon, nagyon... Hello, motherfuck! Ezután előtt csatornájára is felvettünk egy rövid kis videót. Persze csak azért, hogy szóda íztesztet vesznek föl egy ilyen helyen. Bármi más csinálhatnának, és felveszik azt, hogy kóstolgatnak üdítőket. Annyira... Hol? 2014. A csatornájára is felvettünk egy rövid kis videót. Persze csak azért, hogy legyen miből a renterek is éljenek. Azért vettek fel az előd csatornájára videót, hogy a renterek megélnek valamiből. Akkor még ő is tudja, hogy az előd annyira szar, hogy arra úgyis rá kell, hogy menjenek. Nem? Akkor még ő is tudja, hogy az előd egyáltalán nem ért ehhez. És csak azért csinálják, hogy ne kelljen neki dolgoznia. Viccet félretéve, ha majd lesz kedvetek, csekkoljátok le azt is. Kicsit tartottam azért a gondolattól, hogy az éjszaka folyamán valami vadállat erre fog járni, vagy amit a jobban féltünk, hogy meg fogunk-e fagyni, mennyire sziget. Ez a subscribe, ez nagyon kellett oda. Meg a hangok is, hogy kattintanak. Látok már annyit. Így van, jól látjátok, elhoztam egy peonzát. Ezt a gyerekkori játékot pontosan az ilyen időkre szántam itt a kabinnál, amikor úgy éreztük, hogy már nincs nagyon mit tenni, csak ki kell bírni ezt a kihívást, úgyhogy megvillogtattam a profi peonza skilljeimet. Wow! Be is van adva, oh mi my van? God! Többiek is gyors bedobtak valamire. De amúgy nem, ők nem szoktak olyat csinálni, csak leülnek és nézik a táját. Miért kell mindig hülyeségeket csinálni, csak kérdem, de tényleg... azzal foglalkoznék, hogy ott mi van. És ez tök szép alapban, meg hallgatni, meditálni, érted? Ezekért a dolgokért mennék egy ilyen helyre. Kap egy alulról indított állast meg egy szekrényből kirántott öklös. Hát oké, ezt én most nem értem, hogy ez most mire felműködik. Így néz ki egy Alex Csigér behind the scenes. Ne ugorj le, Alex! Ne ugorj! Mi ez az intro? Tényleg ezek presetek, ezek Sony Vegas-os presetek. Ennyire sem foglalkozik vele, akkor mit várok? Kijöttünk egy kabinhoz, 1200 méter magasságban, és eltöltünk 24 órán. Na de az én challenge-em az az le... És a legrosszabb fényviszonyba állította be a kamerát. Meg fogunk kóstolni üdítőket, és azoknak a brandjét ki kell találjuk. Becsukott szem. Ennél nagyobb hülyeséget nem tudtál megtalálni? Egy hegy tetején ez a legjobb dolog, amit csinálhatunk. Majd köszönjék meg a renterek, hogy csinálunk nekik tartalmat. Köszönjük szépen, Alex Csigér, hogy csináltok szar tartalmakat. Lehet, hogy jót kéne csinálni, és akkor nem mondanánk rá, hogy szar. Köszi, bazd meg! Látod, jön is a pénz egyből. Köszönöm, Boti. Ezt nézitek, hogy rossz renter emberek megmondják azt, hogy rosszak a tartalmak. Konkrétan rám gondol. Hát igen, ezt egy kicsit személyesnek éreztem. Mert csak ez jön ki ebből a kamerából.
Mi? Mindenki fog... Csak az jön ki ebből a kamerából. Csak a szar tartalmak jönnek ki ebből a kamerából. Igen. Hogy lehetséges? Lehet, hogy a kamera hibája lehet amúgy, igen. Epic content! Ez az! Így van, mert yeah. Itt egy hegy tetején ilyen contentet kell csinálni. Ez kell a renderek. Nem kell. Rendereknek, ezt mondtad az előtt. Ja, igaz tényleg. Hányszor fogja még elmondani, ez kell a rendereknek? Most te a rendereknek akarsz videókat csinálni? Te azt akarod bebizonyítani, hogy ennyire buta vagy? Ezt nem kell bizonyítani, ezt eddig is láttuk. Ez az egy jön le ebből, hogy mi ebből élünk. Hogy mi megmondjuk a véleményünket. Az, hogy a véleményünk az mi, az teljesen mindegy. Az, hogy csinálj egy videót, amiben konkrétan egy terméknek a nevét nem tudja elmondani az unboxing videóban, és olyan f***ságokat mond benne, hogy tényleg ennyi jött le nekik belőle, hogy mi rosszak vagyunk, mert véleményt mondunk róluk. Ennyi. Ennyi jött le neki. Ez kicsit siralmas amúgy. Ki nem szarja le őket? Van! Kezdjük el, szomjas vagyok! Ki nem szarja le őket? Ezt meg kell hallgatnom még egyszer, annyira személyesnek éreztem. Majd köszönjék meg a renderek, hogy csinálunk nekik tartalmat. Ennyi adarabból csináltátok volna azt is, hogy a hegy tetején Minecraftoztok, vagy streameltem a hegy tetejéről. Tessék, ez egy tök jó ötlet lett volna. De legalább vittek inni valót magukkal. Mert csak ez jön ki ebből a kamerából! Epic content! Ez az! Így van, mert itt egy hegy tetején ilyen contentet kell csinálni! Tényleg, kicsit úgy érzem, hogy az Alex is érzi ezt amúgy, hogy lehet, hogy ez nem olyan jó content, és nem mondja el a barátjának. És ez kicsit szar amúgy, hogy ennyire egy ilyen pozitív buborékban élnek, hogy még a saját barátaiknak sem mondják el a véleményüket. Én ezt lehet, hogy rosszul látom, de szerintem azért az Alex az tudja, hogy ez nem peak content. Ez nem a peakja az elődnek szerintem. Az Alex se csinál jó contentet, de azért ennél nem nehéz jobbat csinálni. A rendereknek, ezt mondtad az előtt. Ja, igaz tényleg. Ki nem szarja le őket? Van! Vagyunk közdük. De a szemedbe! Jó lesz. Igen. Jó. Szomjas vagyok, na adjál valamit. Jó, csak bekötött szemmel egy hegy tetején a legjobb amúgy. Max lássnak. Mondani, hogy akinek a legkevesebb pontja lesz, az le kell ugorjon itt bázisugrásba a szikláról. Bemutatod nekünk? Nem. Na milyen ízűnek tűnik ez neked? Adjál még. Ez valami narancsos fixen. Hány narancsos üdítő van? Háromféle. Mi van? Ezt kérlek szépen a Schweppes. Eltaláltam. Igen? Azt a milyen fény. Schweppes mandarin. Várom. Valami finomat. Kérlek. Na mit hozunk? Jaj, kólát fogtok. Én azt mondom. Hát az nem. Azt nem fogja kitalálni. De ki fogja találni? Hogy? Tudja? Az is jó, egy fészk, nem? Jó lesz. Új, mi a f***? Nézek, geci, hol tart az életem, az meg? Én kis kertész legény vagyok, rózsavízzel locsolkodok. Ja, hol vagy, Margit? Ide, gyere már, meglocsolnak. A www.g2a.com weboldalon rengeteg játékkal A www. Is a brandinghez tartozik. Nem csak játékokat, hanem például konzolt is lehet itt vásárolni, a linket megtaláljátok a leírásban. Nagyon megérné overpriced konzolokat venni, úgyhogy hardware apron garanciásan meg tudod venni, újonnan bontatlanul efele annyiért, baszd meg! Nagyon megér így ezt hirdetni a nézőidnek azért, hogy te kapj egy kis... gempát. Ilyet még nem láttam. Ez ember, ez... Nem az, hogy down, de 200 IQ-val rendelkezik. Azt kapjátok ki. Na ha... Protonmail! Az nem jó. Az nem jó jel, hogyha protonmailes e-mail-el keresi a pályát. Bazd meg. 25 éves fiú vagyok, rendes és kedves, aki szeretne egy hűséges, megbízható partner találni. Elmehetnék sétálni, vagy biciklizni. Egyébként laza kapcsolatban is benne vagyok. Fényképez le plakát a telefonnal, e-mail. Én írok neki. Ne, ha... Na, ez nagyon én vagyok. Sziasztok! Itt vagyunk a Planets vs. Zombies-ban. Nem tudtuk az előző részben befejezni, úgyhogy back to game. Jó lett. Jó videó lett. Sört ide, bort ide, de szép van a lány az anyád, a segedet, told ide, told ide. Ez a refrén, ez mint a hamis lenne, nem? Ez off-key. Fel tudom cipelni a hegy tetejére, Flash Commando. Mi ez a farkas üvölte? Farkas falka van itt. Azt, amit a támadni akarnának. És eltörtem a keresztet. Mit műveltél? Máté, szerinted fel tudok cipelni egy hihetetlenül óriási keresztet arra a hegynek a tetejére. Ami nem is látszik attól a háztól. Ki tette oda azt a házat? Figyelj már el onnan. De miért beszélnek úgy, mintha ilyen nagyon buták lennének is?
de hosszabb, és sokkal nagyobb a kereszt. Jó, hát azért nem sokkal nagyobb, de nehezebb, ugye Krisz? Ja, hát 3 méter magas a kereszt. 3 méter magas, és 1,5 méter széles. 31-2 kiló lehet. Úgyhogy ezen az úton folytatjuk tovább az utat. Ha egy értelmes mondatot összetudnának rakni amúgy, az... Esküszöm, hogy megtapsolnám őket. Jó, most itt kell szállnom egy 1,5 percig, mert autópálya van a kiránduló ösvényen. Jó, most... Mi van? De ez egy jó ötlet amúgy legalább, hogy amit megcsinálnak, csak a kivitelezés szar. Itt az lesz a rossz, hogy ugye nagyon hosszú az út, és egyre jobban merülök kifele, és már egy olyan hülye kocsi, és fér kell állni tőle. Nem tudom, hogy képes-e leszek fölérni a tetejére. De az képes leszek-e, nem képes-e leszek. Rosszul beszélnek, és eltanulják a gyerekek. Ez basz fel a legjobban amúgy. De még a hanglejtésük is rossz. Nem csak a nyelvtan. Keresztre van feszítve az ipse. Skippeljem, de hogy is, hát ez 20 perc kemény content. És nagyon fáj. Ez hülye, geci. Mi a fasz nézek? Dámo, megcsináltad! Juhú! Sikeresen felhoztad a keresztet a kőhegy tetejére! Ó, Krisztián, maséld el! Milyen érzések maséljem el! Benned. Miért 20 centiről veszem én? Azaz! Sikerült felhozni, Krisztián! Ez az! Let's go! Juhú! Itt már nem olyan őszinte a mosolya Krisztiánnak, hogy azt veszem észre. Azt hittem, hogy legalább ásnak egy lyukat, és beleteszik oda valami. Veszély elkerülése érdekében, mivel el is tört a kereszt ráadásul, szóval még baleset veszélyesebb lenne, hogyha állítva hagynak itt. Ezért lefektetjük a fűbe, hogy biztonságos legyen, ha lehetőleg ne állítsa föl senki. Szóval bevitték az erdőbe a szemetet. Jézus mit szólna? Hát örülne neki, mert le tudna jönni róla, mivel eltört. Ha aláírjátok, mi is alá fogjuk írni, és ha aláírjátok ti is, akkor ott a földön írjátok alá. Így legalább annyi pozitív van benne, hogy ezzel, amit most csinálnak, kicsit ráveszik a gyerekeket arra, hogy kimenjenek a szabadba, és akkor aláírják ők is. És akkor wow, ők tették oda. Nice. Ráveszik a kölyköket arra, hogy kimenjenek a szabadba. Csak nem értem, hogy miért így kell mi? Nem tudok beszélni. Nem tudom, miért így kell tálalni ezt. Annyira gyerekes szar, nem. Ez egy kisbabának se túl jó. Hanem Jézus Krisztus feltámad. Kiló közben rágó a szájából amúgy. Társának az ünnepe, úgyhogy ez senki se fel... Ott a rágó a szájában, nem tudom, hogy ennyire streamben egyértelműen nem fogok rágózni. Szerintem ez egy alapvető elvárás, hogyha valamilyen kontentet csinálsz, hogy legalább ne rágózz benne. Tehát ezt már iskolában megtanítják, hogy órán ne rágózz, meg ilyenek, ez igénytelenség. Mondhatnának is érdekes tényeket az erdőről, vagy hogy milyen fák vannak itt, meg ilyenek. Biztos, hogy mondtak, tegyük fel, hogy mondtak. Nem tudom, nem néztem végig, meg kurva unalmas, de biztos, hogy mondtak, tuti. Megkértem Clemmy kezét. Most ez komoly. Bal szerencsémre sajnos a felcsatolható mikrofon nem működött egy bizonyos hatótávig, és csak a végén hallatszik a hang, és sajnos Istvánnak sem működött a fókuszálás. A legjobb. Te nagyon jó videó lesz! Jobban. Így erre. Ide jöttünk. Ez az átlási tréfa. Légy szíves. Most már megfordulhatsz. Hozzám jössz, feleség. Hozzám jössz, feleség? Amúgy azt szerettem volna mondani, hogy lessétek már meg a dátumot. Nézzétek meg, mikor töltődött fel ez a videó. Haha, prank! Amúgy ez a videó nagyon sokba került. Remélem a rendtereknek is tetszeni fog. A rendtereknek készül most már minden videó. Tetszett nekem? Igen. Elmegy az életkedben. Tényleg. Mindenki írja sok boldogságot. Úristen, Göci, agyhalott az összes. Kis 5 éves kisgyerekek elhisznek bármit. Betűk vannak ott, és akkor így, ezek betűk a képernyőben. Á, biztos, hogy igaz dolog, amit állít. Miért van ránk szállva? Azért, mert kifikáztuk a videóját, bazzik, de hát ilyen nevetséges videót hogy lehet feltölteni egyáltalán? Letörölte. Letörölte, Geci. Letörölte a mikrofonos tesztelős videót. Ezért mérges ennyire, mert letörölte, mert annyi negatívat kapott rá, gondolom, miután Bandi kinevette, meg én is kinevettem, hogy
letörölte a videót. Ezért ilyen mérges. Pedig az geci vicces volt amúgy, igen. A Ryzen mikrofon. Egyik nézőm küldött egy kommandot, amivel C2-ben be lehet kapcsolni a cheateket. Nem mindegyik működik, de kipróbáltam. Reméljük, hogy ezért nem bannolnak ki. Igazából ezért van a testing. Mi a fa... Várj. Bro! Hey yo guys, can you spectate me? I wanna show something. Do you see this? Hú, hát, hogy tudnának kommunikálni, ez nagyon jó lenne. És most minden egyes dolgot tudok csinálni, no-clipezni, és tudok egy... Most ilyenkor, vagy mi? Nem. Miket engedélyez ez most? Mindent. Most nem fognak látszódni a játékosok? Elméletileg most nem látom a csapattársaim, meg senkit. Nincsenek itt! Láthatatlanok! Ki fogom bannoltatni Marci? De hogyis, ez csak egy beta teszt. Skyboxot ki lehet? Bye. Na ez! Ez kemény. Ez a leg... Na ez figyelj, hop hop hop! Figyelj! Bro, ez nagyon jól néz ki amúgy. Ez action... Amúgy a third person is működik szerintem. Köcsög. Hogy merre megy, azt nem nagyon tudom. Hogy kell visszacsinálni? Ha, nem tudom visszacsinálni. Nem lehet! Disconnectedek, reconnectedek, úgy jó lesz. Bro! Na ez! Mi hogy néz ki a szkópolás? Nem, Benny Hopot nem tudnám bekapcsolni. Nem tudom miért VP-t vettem, hanem működik. BO2-t az pont kimaradt nekem, de Modern Warfare 3 az nagyon nagyot ment annó. Nekem az volt a gyerekkorom, úgymond, vagy a Team Fortress 2. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.